Sziasztok! Most azt szeretném megmutatni, hogy igazából mi a baj azzal, hogyha télen viszünk haza virágboltból virágot. Az, az igazság, hogy nem lenne ezzel sem baj, hanem lenne ilyen hideg. Tehát mivel kint is hideg van, ezért a növények szállítás közben ugye pakolják őket be a raktárból az autóba, az autóból át az áruházba, és most vagy a kertészetbe is meglocsolták, vagy ott nem locsolták meg, de az áruházba legalábbis meglocsolják. Tehát most ez a növény ö, egészségesnek tűnik, jól is néz ki. Megnéztem a gyökereket, és azért relatív ö, elviselhető a gyökér, és ott van benne egy rossz, de másik oldalt ott látszik, hogy azért egész szép gyökerei is vannak. Tehát maga a növény az szép egészséges, de sajnos nem fogom megtudni, illetve hát, ö, mivel én erre gondolok, de ha esetleg valaki nem gondol arra, hogy tényleg visz haza növényt, és egy olyan egy ö, Pár hónapon belül valami baja lesz neki, akkor az mitől van? Akkor most sajnos erre is gondolnia kell, hogy ha nem tudom, látjátok-e rendesen, de remélem, de megpróbálom kivenni így a cseréből és a növényt. Tehát ez a növény teljesen el van áztatva. Eleve ez egy szivacs, amiben benne van. Itt látszik azért egy-két gyökere rossz is, azt majd szépen le fogjuk vágni, lekezelni fahia Eleve ez már egy szivacs, itt amiben benne van, de nem tudom, mennyire látszik itt próbálok kinyomni, vizet csöpög a víz belőle. Tehát ő teljesen el van áztatva. Na most ennek az esélye, hogy így átfagyott ez a növény, vagy megfázottak a gyökerei, ennek elég nagy a valószínűsége. Tehát ha ezt most így át se ültetném, hanem benne hagynám így a cserepébe, egy darabig biztos, hogy el lenne benne, meg egy darabig biztos, hogy meg is maradna. De még így az átültetéssel együtt sem vagyok teljesen biztos benne, hogy ő ezt túl fogja élni, hogy ilyen vizes és hogy kint ilyen hideg van, de azért vettem ezt a növényt, hogy megmutassam nektek, hogy én többek között ezért és nem postázok télen, még akkor sem, ha én nem locsolom meg azt a növényt, amit elküldök, mert akkor is mínuszok vannak kint, és a csomagmelegítő sem elég arra, hogy ki tudja eddig a csomagot melegen tartsa, akár egy, akár két napig is, annyira, hogy a gyökér ne tudjon átfázni, és ez később jelentkezik majd egy nagyobb gondnak, nem egy-két egy, napon belül fog tönkre menni a növény, de valószínűleg később problémája lesz ebből a növénynek.